Sziasztok, Painful vagyok, és ez itt egy újabb videó, FIFA Street-es videó, amiben egy újabb game módot fogunk játszani, mégpedig a Last Man Standing-et, és itt van mellettem barátom Csanád, aki el fogja magyarázni, hogy milyen ez a game mód. Last Man Standing-nek az a lényege, hogy négy ember kezd a pályán. Chelsea, Dortmund. Ja, igen. Négy ember kezd a pályán, és a lényeg, hogy aki gólt lő, az a játékos, aki gólt lő, az lemegy, és az, aki először elfogy, az nyert. Nagyjából. Igen. Ez a lényege, szóval nem nagy ördöngösség, szerintem nagyon jó játék. Izé, stadion. Stadion, jó van. Még állítunk egy stadiont, aztán szerintem kezdjük. Nem nagy dolog, kapust nincsen természetesen. Az utolsó, az jól néz ki. Mind a hárman fogunk játszani. Tényleg. És tényleg, három meccs lesz. Úgyhogy... Vagy lehet, hogy kettő, hogyha kettő nyer valaki. Hát igen. Úgyhogy kettő vagy három meccs lesz. Az a lényeg, aki először nyer kettőt, az fog. Úha. Itt nem nagyon számítanak a pontok, itt inkább a... A gólövésre van nagyon kiélezve a dolog. Mondjuk az előző meg pont a... Pontokra számít, a pontokra nem tudom. Hát igen. Minden négy. Ahogy látjátok, ott a felső fönt látható négy kis emböcke. Most már fel is is ki is esett. Van egy kis gólöröm, aztán ott a kapu mögött mégis talált, hogy James támad akkor. Bocsánat, Painful támad, majd meglátjátok, hogy ott lesz. Most már, Csagyaba is kiesett gyorsan. És itt lesz izgalmas, mert nekem most négy játékosom van, neki meg csak kettő. És ott, vannak hát, ott vannak hátul a két játékosom. Ott tapsolnak, nagy örömmel. Biztatják a többieket, hogy gyerünk, gyerünk, hajra, harcok. Na, végre! Egy játékosom van. És ójjaj, ójjaj, ne vándd ezt kis kipontozóra gyorsan. Előre lettem alázva. Nem, és... három embernél. Hoppá! Hoppá! Inkább három embernél is kihagyom. James is inkább kihagyod egy másik embernél. Nekem még ez sem el. Na nem baj. Lampard lőtt a munkára, de aztán Götze belövi. És így lett vége az első mérkőzésnek. Dortmund, Chelsea, Dortmund 2-4. És talán is úgy néz ki, hogy Csanád nyert az első mérkőzést, úgyhogy jön a második. Amiben én a Borussia Mönchengladbachkal leszek egy másik Borussiával. Te match setuphoz kell, ha jól tudom. Mi? Match setuphoz kell visszalépni, nem? Még egy az visszább is, akkor itt vagyunk. És Mönchengladbach. És én leszek egy Boltonnal. Nagyon kiegyenlített mérkőzés lesz. Jó lesz így, indítsuk. Jó, el. Mert rossz benne van. Mindegy, pálya, mindegy. Így, na mindegy. Na, jól van. De mit gondolhatjátok, ezen a játékban nem lehet döntetlen. Ajjaj. Kéne egyet nyernem, hogy elmenjünk a harmadik meccsig, mert különben nagyon rövid lesz ez a videó. Ha most megyem, akkor ötös lesz a videó. Zeig ihm was! Igen! Ja, sehr schön! Und gleich wieder! Was ist das denn? Wenn er kommt, ja! Hüt mal, nem! Hüt, hüt! Nimm Marti mit! Hey, komm! Na! Hinter dir! Oh, pedig azt hittem már elsőként. Üres a kapu! Ó, ez mi volt? Üres a kapu! Márti Palermo! Idéztem Morti Gábort, egy kedvenc kommentátoromtól. Sportok hiányában sajnos nem nagyon tudom hallgatni őt. Még Digi Sport hiányában nem tudok nézni BL meccseket. Nekem magad van. Ez az. Na jó, 3-3 ellen. De nekem itt nem jó. És miért állt félre a kapukból a játékos, nem megy? Udvarias, nem olyan, mint te. Royce,
Ja, Bande! Super! Nem levélt a labda, aztán így vissza. Még udvarjaskodnak itt a bok. Mit csinálsz? Kerünk. Új, elő, keresd be. Muszáj ezt kicsavazni. Úgyhogy inkább elmegyünk neki ketten, de a labdát a többi. Ajjaj. Szeretett taktikám, hogy a többi játékosan a végére maradok, azért foglalkunk el. Elengedve az Dortmund, hogy rossz módon a végére. Sikerült itt. 3-1-re rossz. Most éppen elesik, de fel kell. És valószínűleg gólt lő. Nem, kihagyja. Na jó van, és nem kéne bennem a cseleit, de beeszem is. Íj, ez nagyon csúnya volt. Jöjjön ki a kapu, jön is kapu. És egy az egy ellen, ezt meg kéne nyerni nagyon, de nála van az előny. És Marco Reus. Legyen egy legjobb az ötből inkább, mert ez így nagyon rövid. De láthatjátok, szép cselek, szép gólok, Hermann most éppen oktat. Na jó van, ki kell játszunk? Most te választasz, mert én mindig én választottam. Jó van, akkor szerintem... Leszek most olaszokkal. Kó. Nem lesz egy Atletico-val? Tényleg Atletico Madrid. És én leszek mondjuk egy Juventus-szal. Jó lesz ez. És akkor várjál? Legyen a második. Ez tetszik. Ez egy ilyen felhőkarcoló tetején lévő dolog. Pirlo de menőn néz ki a mackó nadrágjába. Hosszú fésületlen haj. Abszolút elegáns. Pirlo nem most James nyer, akkor még van egy sír győzelemre, de hát nem mondom. Nice, nice! Vamos, hombre! És már is. Most emlékszem, hogy Pákahoz Atletico-ba játszott, hogy nem volt olyan régen. De hogy látjátok, meg lehet oldani ezt passzokkal is. Csak stílusosabb cselekkel. Csak cselekkel azért van benne kockádat. Igen, ezért készítettem el az előző kettőt is. Nem nehéz ott cselezni. Én is próbálkoztam. Na jó, 3-2 ellen. Elküld valamit a labda mellett, mindig. Vucinic kiadja. Stílusosan. Amikor hozott a labda, már nem tud lekeszélni a labda. Diego is jelentő. Ugye megtévesztő lenyemet, és tudjuk, hogy sok Diego nem szabad, hogy Diego Ribasról van szó. A Wolfsburg jelenlegi játékosáról, csak én most kölcsönöm az Akadikében. Közben lövök egy gólt. Mi? Ne. Azért nem. Futás, Pirlo, Pirlo, gyerünk, lefutod, és... És, és kihagyja! Gyerünk. És inkább ő is kihagyja. Nem udvariasak a játékosaim mostanában. Gyerünk, vidá, ért be, nem? Nem! De miért áll ki a kapuból? Megfogja és kiáll a kapuból. És... Na, ó, csak sikerült elődni. Na jó, 1v1, de ez szerintem ebből... Pecásban 1v1. Ne! És... Nyerte meg meccset. Azért, hogy meg tudjuk mutatni a harmadik pályát, csak ezért csináltam. Nem akartam nagyon gyönyörűen itt a James szélszélre. Na jó, következő meccs, kikkel játsszuk? Arra. Választhatsz. Megnézem, kik van. Legyen egy El Clasico. Ne? Legyen.
Melyik részével lesz a Real? Barcelona. Külön lesz a Real Margit. Jó lesz így. Nem választottunk pályát. Jó az akkor, akkor negyedik versen. Nyerned kell. És akkor mind a három pályát bemutattuk, ami jelenleg elérhető. Ú, Benzema, milyen szexu van. Azt! Már is megkívánt. Mondjuk messzi se utolsó azért. Az se volt. Tisztán az aki. Ú, Benzema, mindjárt megkívánt. Ja, ez amúgy összél. Nézzék ilyen. Nyakig felhúzott. Új. Ó, Benzema, menj már a pályán. Igen, jó ilyen gól. Köszi, menj már le. Mindjárt megkívánt. Szóval ilyen játszani olyan játékosokkal, akik tudnak cselezni. Igen, de én velük nem voltam. Én csak Kratyi csapatokkal voltam meg a Chelsea-vel. Így ezt elég szülnek. Ronaldo még ott van? Ott van. Ő is jár az a szerkébe tőle. Elkérte Benzemát, hogy nekem nem ment. Na jó, ez... Ne ő bekapjunk szemlelte, és bekapjunk. De hogy pattog. Rülne. Hűlj, Ronaldo. Jár a viszert. De... Jó. Így ez csinálás. Minél tovább fenn akarom tartani Ronaldo-t, hogy a végén tudjak recserezni, de... Jár a viszert kóba. Igen. De nem értem, hogy miért állnak ki a védőim a kapuból. Inkább hagyjál nekem egy kis kérdőt. Aki amúgy versenyünk a izé, Tomi után azért a szóval, ne tévesen senki. És 2 az 1 ellen, úgyhogy nála lesz az előny az utolsó játékos, nem hogyha lesz utolsó játékos. És... Ide fűszük csak. Mit csinálsz? Mindegy... Ne! Nem, nem kezdtetek. De már... Rakiról mi lement. Ájjáj, jújjújjújjújjújjújj. Ez nincs nekem a volt pedig. Hát úgy tűnik ennyi lesz. Megnyerte 4-1-re a legjobb ötöt. Nem tudom, hogy a legjobbat. 3-1-re. Igen, mert ez a negyedik meccs. Mert 4-1-re már nem lehetne megnyerni, mert akkor már biztos eldőlt, hogy 4. Szombat van, hülye vagyok én a matekhoz, úgyhogy ennyi lett volna a FIFA Street. Majd még jelentkezünk rendes FIFA-val. Még lesz rendes FIFA, de az is valószínűleg már csak holnap. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. És én Painful vagyok. Én pedig Csanád. Vagyok, és nem voltam, mint ahogyan Painful sokszor csak volt. És köszönjük szépen a figyelmet, és viszont hallásra.